Star Wars kötetekért látogassatok el a szukis.hu-ra. Link a leírásban. Megérkezett a The Mandalorian második évadának ötödik része, melyet Dave Filoni írt és rendezett. Már nagyon régóta keringtek pletykák arról, hogy Ahsoka Tano fel fog bukkanni a sorozatban, és én is nagyon sokat beszéltem erről. Már jó ideje az volt a konszenzus a rajongók körében, hogy ha ez a pletyka valóban igaz, akkor ebben az epizódban fog a karakter feltűnni. Az évad harmadik részében a szintén régóta pletykált Bo-Katan name-droppolta is Ahsokát, aki végül valóban a 13. fejezetben jelent meg. És atya ég, micsoda belépő volt ez. Az első jelenetben a korábban Bo-Katan által említett Korvusz bolygót láthatjuk, azon belül is egy kis falut, ahol harckészültség riadó van. A települést pedig nem más, mint maga Ahsoka ostromolja. Először csak a fénykardjait láthatjuk, amint fehér fénnyel bevilágítják a sötétséget, majd végül őt magát is szemügyre vehetjük. Véleményem szerint a megjelenése összességében több, mint rendben volt. Rosario Dawson remekül illett a karakterhez, és habár eleinte kicsit furcsa volt, hiszen hozzászoktuk a karakter animált formájához, néhány döbbent pillanat után teljes mértékben elhittem, hogy Ahsokát látom a képernyőn. Habár eleinte sajnáltam, hogy nem Ashley Eckstein szólaltatta meg a karaktert, igazából Rosario hangja is illett hozzá, utólag talán ez egy helyesebb döntés is volt, hiszen habár Ashley személye teljesen egybeolvadt mostanra a karakterrel, az ő kicsit fiatalosabb, kislányos hangja, ami a Rebelsben még tökéletes volt, nem feltétlenül illett volna ide, ehhez az érett, idősödő Ahsokához. A vizuális megvalósítás is igazából nekem tetszett, kifejezetten jól nézett ki a montrájainak, Togruta fejcsápjainak a textúrája, nagyon valós hatást keltett véleményem szerint. Az egyetlen idézőjeles panaszom az, hogy talán túl rövidek voltak ezek a bizonyos fejcsápok, kicsit inkább a klónok háborújás semmit Rebelses önmagára hasonlított, de ez igazából valamennyire bocsánatos. Összességében több mint elégedett voltam Ahsoka megjelenésével, Rosario remekül hozta a karaktert, az ikonikus fehér fénykardjai pedig valami elképesztően jól néztek ki ebben az élő szereplős környezetben. Ami bizonyos már az elején, hogy Ahsoka a falu vezetőjétől akart valamit, aki a magisztrátus címet viseli. A nő azonban nem akar vele egyezkedni, és azzal zsarolja Ahsokát, hogy minél messzebbre megy a támadásaival, annál több falusit fog megölni. Ezután megérkezik Din, aki azonnal a faluba veszi az irányt. Nagyon tetszett a kontraszt a falu nyomora és a magisztrátus palotájának pompája és békéje között. Kint az embereket elnyomják és szenvednek ezeken a sokkoló kínzóeszközökön, amiről valamiért nekem az ókori keresztrefeszítés jutott eszembe, még a palota teljesen el van ettől szigetelve. Nagyon bicskanyitogató jelenet volt szerintem. A magisztrátus azonnal magához hívatja Dint és elmondja neki, problémája van egy Jedivel, ha pedig megöli, ad neki egy Beskarból készült lándzsát, amely a birtokában van. Mando természetesen ebben meglátja a tökéletes lehetőséget arra, hogy megtalálja Ahsokát, így hát látszólag elfogadja a feladatot, majd útnak indul az erdőbe. Az erdőben Ahsoka rá is támad Mandóra, és bebizonyosodik a Beskar fémnek az a tulajdonsága, amelyen már a legendákban is rendelkezett, és a kánonban is sejthető volt már, bizony ellenáll a fénykarnak, és ez Din ki is használja ebben a pár másodperces összecsapásban, ami egyébként baromi jól nézett ki véleményem szerint. Ezután megmagyarázza, hogy baráti szándékkal érkezett, Bo-Katan küldte, és beszélniük kell. Ahsoka akkor észreveszi a gyermeket, és útnak is indulnak a táborhelye felé. Itt Ahsoka elbeszélget a gyermekkel az erő segítségével, majd elmondja Mandónak, mire jutott, ez talán az epizód egyik legérdekesebb jelenete volt. Megtudhattuk, hogy a gyermek igazi neve Grogu, és a Jedi rend bukása előtt a Coruscanti Jedi templomban nevelkedett, és több mester is foglalkozott a képzésével. A 66-os parancs után elrejtették, az emlékei pedig az ezutáni időszakról megfakultak. Szóval végre megtudhattuk, hogy mi a valódi neve Baby Yodának, többé nem kell majd ezen a pótnéven illettünk őt, a valódi neve Grogu, ami szerintem egy teljesen jó név és illik rá. Külön tetszett, hogy mennyire örült, mikor Din szájából hallotta a saját nevét, mindig vidáman felé fordult és ráfigyelt. Nagyon aranyos volt és egy kicsit megható is szerintem. Kiemelném még a jelenet kapcsán, hogy Ahsoka természetesen megemlítette Yodát is, mondván ő ugyanabban a fajba tartozott, mint Grogu, és itt egy pillanatra felcsendült egy kis részlet Yoda zenei témájából, aminek hallatára végigfutott a karomon a hideg. Libabőrös pillanat volt, és ha már a zenénél tartunk, hasonló hatást váltott ki belőlem Ahsoka zenei témája is, ami többször is felcsendült az epizód során. A következő reggelen Ahsoka megpróbálta letesztelni Grogu képességeit, és hogy mennyire mennek még neki ezek a dolgok. Ez eleinte nem nagyon akart sikerülni, de végül Din és a váltókar kisgömbjének a segítségével sikerült rávenni a kicsit, hogy megmutassa, mire képes.
Ez a jelenet azért is nagyon fontos volt véleményem szerint, mert tovább mélyítette Dean és Grogu kapcsolatát, valamint elősegítette előbbi karakterfejlődését is, hiszen eddig semmit sem tudott az erőről, feltehetőleg nem is hitt benne, most pedig a saját szemével tapasztalta meg, hogy valóban ennek köszönheti a gyermek az erejét, és maga is részt vehetett képességeinek előhívásában. Ez véleményem szerint egy nagyon nagy előrelépés volt a karakternek. Ekkor megint csak egy nagyon érdekes pillanat következett Ahsokától, ugyanis azt felelte, nem hajlandó tanítani Grogut, mert túlszoros érzelmi kötelék alakult ki közte és Din között. Ezután egyértelmű utalást tesz Anakinra, mondván, látta, mit tesz egy Jedivel, ha ilyen szoros kötelékek fűzik valakihez, az ennek következtében kialakuló harag pedig még a legjobbakat is elemésztheti. Ezen az úton nem akar elindítani a kicsit. Korábban is nyilvánvaló volt, hogy a gyermek valószínűleg nem fog Ahsokával maradni, és nem fogják ezt a szálat ilyen hamar lezárni, hiszen ez a sorozat középpontjának tekinthető konfliktus. Viszont kellett Ahsokának valami motiváció arra, hogy miért nem fog foglalkozni Groguval, és erre ez a tökéletes magyarázat igazából, jobbat talán ki sem lehetett volna találni, és ez egy gyönyörű összekötés volt az előzmény trilógia, valamint a klónok háborúja sorozat eseményeivel is. Din ezután felfedi, hogy a magisztrátus azt akarta, hogy ölje meg Ahsokát, de nem egyezett bele semmibe. Viszont ha Ahsoka megígéri, hogy foglalkozik Groguval, akkor segít neki felzabadítani a falut és megszerezni azt az információt, amire szüksége van. Ebben sikerül megegyezniük és el is indulnak. Mint kiderül, a falut a magisztrátus katonáin kívül HK-86-os orgyilkos droidok is őrzik, ami egy egyértelmű legendák utalás volt, habár nem is ezzel a típussal, de HK-osztályú orgyilkos droidokkal elsősorban a Knights of the Old Republic játékokban találkozhattunk. A faluban lévő harcjelenet nagyon látványos volt, Ahsoka harcmodora nagyon szépen lett átvezetve élőszereplős formára, nagyon jól nézett ki az egész, ez leginkább talán a fehér fénykardoknak is köszönhető. Érdekességként megemlíteném, hogy a faluban egy túkamacskával is találkozhattunk, ennek az egyik alfaja a Lot macska is, amelyeket a Rebels sorozatban láthattunk. Az első évad egyik részében is feltűnt már egyébként egy ilyen állat. Ahsoka egy meglehetősen látványos párbajban ezután legyőzi a magisztrátust, maga a párbaj talán lassabb és kimértebb volt, mint amit megszokhattunk, ezzel a klasszikus szamuráj filmek hangulatát idézve egy kicsit, amelyek George Lucas számára is rengeteg inspirációt adtak annak idején. Ezután ismét egy érdekesség, Ahsoka ugyebár azt akarja kicsikarni ebből a magisztrátusból, akinek egyébként a neve Morgan Elsbeth, hogy hol van egy bizonyos személy, akit eleinte csak a nő mesterének hív, majd ki is mondja a nevét, ami nem más, mint Thrawn főadmirális. Ahsoka tehát azért tartózkodik ezen a bolygón, mert Thrawn hollétéről gyűjt információt, ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy még mindig zajlik Ezra keresésének folyamata. Nagyon nagy dolog volt ez a name drop szerintem, egyáltalán nem számítottam rá, viszont ha engem kérdeztek, ezt a szállat nem a Mandalorianben fogják felgöngyölíteni, hanem egy külön erre szánt sorozatban, én legalábbis bízom ebben. A falu felszabadítása után Ahsoka odaadja Mandónak a Beskar láncsát, amelyet megszerzett a magisztrátustól, Din pedig felkészül arra, hogy elbúcsúzzon Grogutól. Ahsoka azonban továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy nem szeretné elkezdeni a gyermek kiképzését, viszont felajánl Mandónak egy következő nyomot, amely egyben egy újabb legendák utalás is. Azt mondja Dinnek, hogy vigye el Grogut a Titan bolygóra, ahol van egy ősi Jedi templom. Az itteni hegy tetején van egy úgynevezett Seeing Stone, vagy saját fordításom szerint látókő, amely segítségével a gyermek megtalálhatja majd a neki szánt utat, és esetleg egy Jedi is rátalálhat ezáltal, azon a helyen megérezheti a jelenlétét. Ez utóbbi kétlem, hogy be fog következni, hiszen az egyetlen másik ismert élő Jedi ebben az időszakban Luke Skywalker, akit nem hinném, de legalábbis én remélem, hogy nem rángatnak bele ebbe a történetbe. Minden esetre nagyon úgy tűnik, hogy nem soká meg fogjuk látni a Jedik legendás ősi világát, a Titant, méghozzá a kánonban. Habár a bolygót korábban már a Skywalker kora képes oknatatója átemelte a kánonba, eddig nem láttunk belőle semmit, és nem tudunk róla semmit, szóval kíváncsi leszek, hogy hogyan fog kinézni a bolygó ebben a megvalósításban. Összességében azt tudom elmondani, hogy eleinte tartottam Ahsoka szereplésétől a sorozatban, viszont ennél jobban szerintem nem is lehetett volna megvalósítani a történet szempontjából. A segítségével nagyon sok mindent megtudhattunk Groguról, a sorozat másik főszereplőjéről, elmélyítette a Dinnel való kapcsolatát, utóbbit pedig átsegítette egyfajta karakterfejlődésen is. Az epizód története végig a The Mandalorian sztoriának keretein belül maradt, nem a Rebels egyfajta folytatását akarta beleerőszakolni ebbe a sorozatba. Azaz egy darab trónutalás tökéletes érzékeltetése volt annak, hogy Ahsoka mivel is foglalkozik és miért van ezen a bolygón, de nem ez volt a rész történetének súlyos része. Ez a rész egy remek előrelépés volt a The Mandalorian történetének előrehaladtában is, valamint felvezette a Rebels folytatásának történetét is, amelyet
tökéletesen tovább lehetne vinni egy külön erre szánt sorozatban. Bízom benne, hogy ez végül így fog megtörténni, és esetleg hasonlóan élőszereplős formában, én legalábbis nagyon szívesen látnám még Rosario Dawsont, mint Ahsoka, mert szerintem nagyon jól hozta a karaktert, és a vizuális megvalósítása is jó volt véleményem szerint. Egy igazi mérföldkő volt ez a Star Wars történelmében. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a Porkacserekhez az Instán, a Facebookon és a Discordon, ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is, és sziasztok, az erő legyen veletek!